Sziasztok, ez itt a Bögre csatornán Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader... a City Skylines 2 Let's Play sorozatot, ott a legutóbb bajtuk. Hát, amúgy láttátok, hogy milyen grafikai beállításokkal játszom, és közel jöttem, és hát ez, nem tudom. Nem tudom, srácok, én nem vagyok benne biztos, hogy ez így oké. De szépen lassan kirajzolódik egyébként, hogyha nagyon ráfókuszál a kamera. Azok ott a háttérben, nem tudom mit csinálnak, de mindegy is egyébként. Az biztos, hogy már beköltöztek az első szerencsések, hiszen most már 12-en laknak a városunkban, és ez egyre több lesz. Például itt lakik velünk Albert Piper, aki a Piper Family-ben él. Aki gazdag, vagyis tehetős, aki egy senior, és az Oceanport Pharmaceuticals-ben dolgozik. Itt. Ez egy új gyár. Nem is gyár, ez egy... Polt. Azt hiszem. Tehát ez egy gyógyszertár gyakorlatilag. Úgyhogy ja, itt dolgozik ő. Akkor már vannak boltjaink, vannak üzletek, vannak házak. Szerintem nagyon szépen alakulunk, és a mai részben szeretném elérni az első szintet. Nagyon izgalmas lesz. Az meg fogja nekünk nyitni a healthcare-t, deathcare-t és a garbage management-et. Mind a két dolog olyan, ami szerintem érdekes dolgokat tartogat. Például azért, mert nagyon jól néz ki a temető a játékban. Ez egyik dolog. A másik dolog, ami egyébként hasonlóan fontos, az pedig az, hogy... Mit akartam mondani a másikkal? Ja igen, az pedig az, hogy most már máshogy működik a szeméttelepnek a kialakítása. Ami most röghettek, de szerintem egy tök fontos dolog. És a szeméttelep kialakítása organikus, szóval fuck yeah. Jó, itt kicsit követjük az utat, de csak egy picit... Aztán így megyünk is vissza. Kicsit talán jobb. Nem, megyünk vissza. Megyünk vissza így. Igen, így lekövetjük. Meg itt is. Valahogy. Ott lehet kicsit túl sokat mentem előre. Lehet. De az utak építésével nagyon sokat fogunk mókolni. De hát akinek nem tudom, ez így zavaró, az mi a vihartra számított itt City Skylines-tól? Kezdem kicsit kitapasztalni ennek a túlnak a működését, és nem olyan rossz egyébként. Láttam már sokkal rosszabb túlokat is a világban, vagy a City Skylines-ban akár. Itt, ha visszakanyarítjuk az utat, az nem lesz szép. De megoldjuk. Így. Ja, ez így nem rossz. Ez a törés, ez annyira nem vagyok ennek óriási rajongója, bár talán ezt pont ki tudom javítani. Hogyha ezt és ezt törlöm. Akkor sokkal jobban el tudom hozni. Mondjuk így, és így. Így is lett törés, csak éppen ott, szóval who cares. És aztán itt pedig majd... Oké, ez zavar. Jó, oké, ez zavar. Szóval mindjárt megoldom. Nem léphetek addig tovább, amíg ez ilyen állapotok, amíg itt ilyen állapotok uralkodnak. Ha így jövünk, és kicsit így kanyarintuk rá... Talán kevésbé szar. Ja, ez így egész jó. Ott van egy nagyon pici dolog. Tehát az is, hogy például ezt nem tudom kijavítani. Nem tudom azt megcsinálni, ami megint csak modokkal már lehetséges a C1-ben, hogy így megfogni és kicsit kijebb húzni az utat. Erre azt hiszem nincsen lehetőség, de megint csak, vagy lehet, hogy most először, de szeretném kiemelni, hogy sok dolog van, amiről úgy gondolom, hogy nincsen rá lehetőség, és lehet, hogy van, csak én még nem jutottam el oda, hogy észrevegyem. Ez nagyon fontos, hogy simán elképzelhető, simán benne van a pakliban, hogy amúgy ezek létező dolgok. Tehát valahol ezt meg lehet csinálni, csak én nem vettem még észre, hogy ezek létező dolgok. Mi van itt? Itt miért nem épül semmi? Ide nem jelöltem ki egy valamit. Amúgy most pont semmire nincsen igény. Úgyhogy lakosok jöjjenek ide. Ezeket szándékosan hagytam üresen, az így oké, meg azokat is. De ide jönnek lakosok. Már annyira nincs nagy igény, hogy beköltözzenek. Ilyet most látok először egyébként, hogy így nem nagyon akarnak jönni be emberek. Általában valamire mindig hatalmas igény van. Nagyon sok ipari zónát alakítottam ki, tehát ide még azért jó sokáig jöhetnek majd a különböző cégek, és alapíthatnak gyárakat minden további nélkül. Ide gondolkozom, hogy egy ilyen, még egy ilyen körutat lehetne, vagy ide felhozni a hegyek
aljába. És akkor majd itt játszoltad a Need for Speed Carbon. Nagyon jó lesz. Azt mondja, hogy slope too steep. Aha. Biztos vagyok benne egyébként. Pop increased, citizen happiness increased. Kapjuk az XP-ket, mintha nem lenne holnap. Igen, elég boldogok a népek. Tágas otthonok. Van pénz. Van szórakozási lehetőség. Mi adja a commerce épületek adják a szórakozási lehetőséget? Mert más nagyon nincsen. Ha csak nagyon vicces, mert a temető például egy kiváló szórakozási lehetőség a játék szerint. Nagyon jó mókáz, nagyon jól lehet mókázni a temetőben. Akármit is gondoljon a költő. És nem is az a legviccesebb a dologban, az a legviccesebb a dologban, hogy ez indoor activity-nek számít. Szóval erről aztán tényleg nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire indoor activity a temető. A fucking temető. Nekem az nagyon outdoornak tűnik, ráadásul a játék is ad, vagy a játékban lévő modell alapján is ez egy outdoor activity. Mindenesetre ezen nem fogunk összeveszni. Szerintem, ha ő ezt így érzi, akkor így érzi. Én pedig örülök neki. Ha majd eljutunk egyszer oda, hogy lehet támadtunk, akkor nagyon jó lesz. Na megjelent már is egy kis igény, és ezt ugorjuk át. Már is megjelent egy igény a lakózónákra. Úgyhogy itt például én adok is be párat, vagy megnyitok újabb zónákat beköltözésre. Aztán persze lehet, hogy itt rémálom lesz majd közlekedni, mert nem sok lehetőség van arra, hogy levágják az utat, meg hasonlók, majd azokat is megépítjük, a majd akár lehetne most is. Tehát ide például lepattintok egy körforgalmat, ezt nyilván az fogja bánni, aki ott lakik, aki alapvetően nem fog örülni neki. És ezt a körforgalmat mondjuk bevezetjük ide. Vagy ide. Mert ott még nem élnek emberek. Vagy nem nincsenek üzletek. De akár lehetne azt is, hogy itt van egy ilyen nyílt rész, ami nincsen kihasználva, és nem is lesz kihasználva. Persze, de nem muszáj itt feltétlenül ezeket beépíteni. Például az erdőknek a meghagyása az egy tök jó taktika, hogyha az ember szeretne organikus várost építeni. De így annyira adná magát, hogy itt vezessük át. Oppá, és meg is van a Milestone 1, Tiny Village, kaptam 600.000 forintot, egy darab pontot és három megnyitási lehetőséget. Három csempét tudok venni, hogyha úgy érzem, és lehet, hogy erre nem sokára szükségünk is lesz. Hogy néz ki a kakis víz? Egyre nem túl kakis, ami tök jó hír összességében. Ami tudja, hogy megnyílt most, és izgalmas dolog. Egyrészt a medium roadokból elég sok. Másrészt az új zóna a medium density row housing. Ez úgy néz ki, az ilyen sorházak, és nem néznek ki rosszul egyébként. Kicsit magasabb a temető, már is összesen a temetőre. Szóval kicsit magasabb a sűrűség, a lakósűrűsége, mint a sima házaknak, de ez elvárható, hogy medium density row housing esetében, szerintem legalábbis. A temetőt én valahogy azért a városon kívülre raktam egy picit, nem nagyon, de mondjuk ha innen jönne le temetői út, csak nem ilyen széles, mert arra aztán semmi szükség az ég egyet a világon. Hát innen lejön egy temetői út. Így, és az ott nagyon, nagyon bele fog válni a hegynek az oldalába. Ezt lehet jobb lenne elkerülni. Mondjuk így. És akkor nézzük meg, hogy néz ki a temető a játékban. Hatalmas. Oh boy. És nagyon durván bedobja a framerate-et is. Vagy a busz alá dobja a framerate-et. Mert rengeteg asset-tel dolgozik. Tehát ugye rengeteg asset, és ennek ugye mind jelen van egyszerre, meg mindegyiket külön számolgatja. Elég furi ilyen szempontból. Kicsit talán indokolatlan is, hogy minek van ennyi asset, de oké, whatever. De valószínűleg nem lesz elég. És hogyha így csinálnánk, hogy erre legyen párhuzamos. Van párhuzamos túl a játékban, de nem azt csinálja, amire én először gondoltam, úgyhogy ezt nem tudjuk itt alkalmazni. Hát...
Nem annyira néz ki nagyon rosszul, de hát őszintén szóval nem is néz ki annyira nagyon jól. Ide, és így, az már egy fokkal tűrhetőbb. Más kérdés, hogy be fogja férni a temető, és hogyha igen, akkor mennyire fogja így szét cseszni a környéket. Valószínűleg nagyon. Egyébként. Oké, overlapping items, overlapping items, minden overlapping items. Megcsináljuk azt, hogy csak ide adjuk a temetőt. Ide. I don't know. Vagy innen hozunk le egy utat, és akkor ide. De egy darab normál tengerpartunk van, ez itt, azért azt ne temetőre használjuk már. Vagy lehet ez itt a temető köz. Akkor a móka a temető köz, ugye? Azt mondja a játék, hogy kiváló szórakozás a temető. Úgyhogy én aztán nem akarok semmi jó elrontója lenni. De rakok ide egy temetőt, és akkor innen meg lehet oldani a temetőbe zést. Elvileg akkor innen egy hearse el fog indulni. És fel fogja venni onnan a halottat. Mert van itt 0/15, tehát vannak járművek. Az nem tudom ténylegesen innen fog-e kihajtani. Innen kéne kihajtania, lehet, hogy nem innen fog kihajtani, hanem csak simán felveszi. Itt is megnézhetjük, hogy meg ide leszpónolt, de ide se spónolt le. Szóval majd egyszer feltűnik egy ilyen temetőautó. Úristen, nem tudom, mi a magyar neve a temetőautónak. Biztos, hogy nem az, hogy temetőautó, de biztos, majd fel fog tűnni egy ilyesmi. Aztán szükségünk van egy klinikára, ami ott van a temetőautó. Jéj! Valószínűleg innen indult el. Az mondjuk jöhet ide. Nagy út, tehát olyan helyen van, ahol könnyen elérhető bárki számára. És ezzel megnézhetjük azt is, hogy hogyan bővíthetjük az épületeket. Ez egy új dolog, a SimCity csinálta egyedül. Ki ezek nem annyira tetszik. Ez nem annyira tetszik, őszintén szólva, ez itt, ami itt történik. Hát elég nehéz megközelíteni a bejáratát. De hát miért is lenne könnyű megközelíteni? Na mindegy. Szóval a SimCity csinálta ezt, hogy ilyen modulárisak az épületek, tehát mondhatom azt, hogy én egy extension wing-et akarok lerakni, és azt berakjuk bárhova. Vagy szeretnék egy ambulance depot, azt mondjuk meg csak ide lehet lerakni. De most ezekre nincsen szükségünk, vagy itt a temető kaphat egy kápolnát, vagy hát egy mauzóleum. Igazából ez nem kápolna, ez egy hol, ez templom. Nem úgy néz ki, mint egy templom, megjegyzem, de mondjuk az egy templom, meg lealakadunk mauzóleumot, hogyha így nagyon éljük a vibe-ot. És akkor a másik dolog az pedig a garbage management, ami hát nyilvánvalóan azt az ipari szektorba fogjuk lerakni. És talán most jut el az ideje annak, hogy kioldjunk egy új csempét. Mondjuk ezt a csempét ki lehetne itt oldani. 7000 forintba kerül, oké. Okay. És ide jöhetne a garbage management. Mondjuk ide. És emögé ugye rakjuk le a szeméttelepet. Akár ide a legvégébe is jöhet. Az út most egyenlőre nem ér el oda, de majd ezt megoldjuk. És akkor szépen ki kell rajzolni neki, hogy hol legyen maga a szeméttelep. A körben tudunk rajzolni igazából. Úgyhogy ha ki akarom ezt most maxolni, akkor ezt így rajzoljuk meg. Cool! Egy hatalmas szeméttelepet építettem. Kicsit indokolatlanul nagy ez a szeméttelep, de majd megtanuljuk szeretni. Behúzzuk az utat, és ezzel, ha minden jól megy, akkor meg is kapja az összes szükséges dolgot, ami csak kellhet neki. Igen, meg is vannak, és akkor itt elkezdhet dolgozni majd emberek. Elkezdhetnek dolgozni. Az, hogy egyébként hogy jutnak el oda, az egy kiváló kérdés, és talán most jött el az ideje, hogy valahogy összekössük itt ezt az egészet valami útvonalszerűséggel. Ennek lehet egy ilyen, mondjuk ha ide jönne egy körforgalom, én nagyon szeretem a körforgalmakat, mind IRL, mind pedig a játékban, Invalid Shape, ez fantasztikus hír, úgyhogy egy körforgalmat én megpróbálok ide bepattintani, valahova, ahol a játék nem nagyon óriási rajongója ennek az ötletnek. Akkor berakjuk ide a körforgalmat, az utat, ezt az utat, ezt csak kihúzzuk rendesen, vagy visszakötjük rendesen ide. És innen pedig le tudom akkor húzni ezt az utat, ami pedig egyenesen átmegy oda. Kicsit túlhúzzuk, kicsit visszakanyarítjuk, és már is tökéletesen megvan. Akkor azt jelenti, hogy a garbage truckok azok át tudnak menni innen oda.
anélkül, hogy körbe kéne menniük ezen a mindenen. Igazából választhatnak útvonalat, plusz hogyha mondjuk ide akarnak jönni, akkor logikusabb nem körmenni a mindenen is. És akkor amit még meg akarok csinálni most, az ezek a sorházaknak a lepakolása. Mert ezek elég jól néznek ki. Csak itt kicsit sok. Így túl mélyek lesznek a sorházak. Akarok-e egyébként erre az útra sorházat rakni? Nem vagyok biztos benne, hogy akarok. Azt lehetne, hogy itt ezt az utat kihúzzuk, és ide rakunk egy ilyen lényt, ami egyébként van nekünk egy elink. Narrow two lane road without sidewalks, allow traffic in both directions, ezt majd nyilván a magasabb épületek közé kell rakni. Vagy pedestrian street, gyalogos utca, sétáló utca, hogy a magyarban hívják. Tehát ezt úgy akarom most lerakni, hogy kicsit kikerüljük itt ezt az erdőt. Vagy amennyire lehet kikerüljük az erdőt. Nem is tudom, meg lehet-e csinálni egyébként. Hát ezt nem így akartam, de mindegy. De így jó lesz végül is. És erre a sorra akarok én sorházakat lerakni. Így. Arra másik irányban nem. Tehát arra most kicsit meghagyjuk még az erdőt. Jó lesz az ott. És ezzel pedig leraktam minden új dolgot, amit kaptunk. Szerintem. Csökken is az igény már is a medium density-re. A kérdés az, hogy mit akarok megnyitni ezekből a pontokból. Amivel én szoktam kezdeni, hát már kétszer kezdtem, az igazából a service, a road services az arra jó, hogy például be tudjuk állítani, hogy egy adott úton ne legyen, ne lesen jobbra kanyarodni, balra kanyarodni, vagy lámpa legyen mindenképp, vagy stop tábla legyen mindenképp. Ezen túl persze az utaknak a fenntartása és javítása a feladatuk, de az egyenlőre még ezen a ponton nem szokott probléma lenni. Ezeket én egyenlőre hagytam, hanem amit kiszerettek így oldani elég hamar, az a parking areas, mert hogy parkolásra igencsak szükségük lesz az embereknek. Különben az útszélén fognak parkolni, és az ilyen nagyon gázul néz ki. Így is az útszélén fognak parkolni, tehát nem is kérdés, csak hát ha kevésbé. Úgyhogy azt egyenlőre én hagynám, hogyha megoldható, és akkor majd szépen, hogyha megvan a második pont, akkor majd megcsináljuk azt is. Van nekünk egy ilyenünk, most arra gondoltam, hogy ezt így erdővel feltöltetném ezt a részt, csak a brush size-ot azt lejjebb kell venni, mondjuk egy 100-asra, és a strength-et pedig fel szintén 100-asra. Ha jól tudom, meg ha minden igaz, ezek nem tudom milyen fák, esetleg írja a játék. Birch, oké. Az a nyár, talán. Vagy nyír. Szóval ezek a... ez inkább nyárfa lesz. Szóval ezek a fákat most lerakom ide, és ha minden igaz, akkor ezek is olyanok, hogy növekszenek idővel. Tehát most még picik, meg ritkák, de aztán növekszenek, mert úgy tényleg ritka, ha megnézitek. Annyira nem. De ide rakhatnánk egy ilyen erdőt. Aztán majd kivágjuk az erdőt, ha úgy lesz. És általában úgy lesz, de whatever. Kaptam egy achievementet, plant 100 trees or bushes. Cool. És ez lesz itt egy ilyen erdős rész, amit majd esetleg összekötünk valami járdával, és akkor át lehet menni az erdőn a másik részébe. De ebből lehetne egy ilyen erdős sáv. Szerintem az baromi jól néz neki a városnak. Talán még majd bővítjük fákkal. Szóval ezek a fák meg fognak nőni. Amennyire tudom. Ha kell, akkor sűrítünk még ezen az erdőn, de ez nekem alapvetően itt tetszik. Jó, van ennek elég elektromosság? Például az nincs. Semmi elektromosságunk nincs. És ez miért? Kinek áll ez érdekében? Hogy nincs elektromosságunk. Elég nehéz infókat kinyerni egyébként a játékból. Sok esetben. Jó, ez mondjuk elég durván Elég durván szarul termel az elektromosságot, mindössze 1 megawattot termel a lehetséges 5-ből. Legnagyobb hegy tetején? Na itt már durvább. Na, itt megtermel az 5 megawattot. Tök jó. Akkor ide lepattintok egyet. Ja, hogy importálunk 2 megawattot. Ez a kereskedőnk mutatja, nem pedig a hozzáférést. Oké,
Ah, oké. Le volt tekerve véletlenül. Szóval az hozzáférés is rossz. 2 megawattot fogyasztunk, és nem termelünk semennyit. Hát tehát ez mind termeljük, ami azt jelenti, hogy mind a büdzséből jön le. Services. Kicsit nehéz átlátnom egyelőre ennek a játéknak a rendszerét. 2000 forintot fizetünk az elektromosságért. Mert kívülről vásároljuk, ha minden igaz. Ez jól le? Jól? Nem, a kiadásnál kéne nézni. Mint én, service trade. 10 000-et. Oké, 10 000-et fizetünk érte. Akkor viszont főleg lerakhatnánk pár ilyet. 5 megawattot termel, elvileg 2,5 megawatt, 2,25 megawatt az, amire szükségünk van. Tehát ez nekem így okésnak tűnik. Csak hát most vissza kell kötnünk a városba. Azt pedig Transformers-szel fogjuk megoldani, megint csak. Egy Transformer Station, mondjuk, hát ez praktikusan csak ide jöhet. Szeretnék semmit nem lerombolni a kedvéért. De akkor már, hogyha ez megvan, akkor ez vissza van kötve. Ó, nem is Transformer Station, nem is kellett volna Transformer Station. God damn it. Mert ez nem magas feszültséget termel. Hanem, vagy nem magas feszültség, hanem alacsony feszültség, gondolom. Úgyhogy ezt csak simán be tudjuk kötni így az utakhoz. Mondjuk így. Hát kicsit szebben már. Kövessük már itt az útvonalat. Ne legyünk már ilyen csórók. Mit overlappelsz? A földet overlappeled? Mert azt lehet. Mondjuk ha innen hozzuk be. Közben szépen esteledik. Úgy van a játékban az idő múlása. Ti nem értek össze az is világért sem, igaz? Vagy összeértek? Ez nem volt teljesen világos. Most úgy összeérnek. Jó. Tehát úgy van a játékban az idő múlása, hogy egy nap, hogy rendesen nappal éjszaka, stb. Az egy hónapnak felel meg. Ha, de itt még mindig nincsen összekötve. Mindjárt megoldjuk. Overlapping. Te vagy már az overlapping item. Néha nagyon awkward ez a játéknak az elhelyezései. Na így most már jó. És akkor működik a... Ez a szépség. Szóval... igen, most van január. Január? Januárban indultunk. Summer. Lehet, hogy a déli féltekén vagyunk. Simán benne van a pakliban. Ezt meg tudom nézni elvileg, hogyha így elmentem a játékot. És ott megnéz, vagy visszatöltöm akár. A töltésnél van egy ilyen, map options, és akkor azt mondja, hogy nem derül ki. Várj, kiderül. Windy Fjord, Hegemen. Nem derül ki. A betöltésnél, vagy amikor a térképet választod, akkor kiírja, hogy milyen féltekén vagyunk. Most ezt az információt nem hajlandó közölni velünk. De annyi baj legyen. Szerintem az, hogy fjord, az mondjuk így, nem tudom, miért lenne éjszakon, vagy déli félteként, de az, hogy január van és nyár, az meg azt mondja, hogy ott vagyunk, szóval ki tudja. Annyira nem is fontos gyakorlatilag semmilyen szempontból. Várj, még mindig nincsen bekötve? Mindig nincsen bekötve. Akkor mégiscsak kellett volna az aró. De várj, azt írta, hogy be lesz kötve. Nem vittem elég közel az úthoz. Oké, most már be van kötve. Picit megijedtem, hogy mégiscsak kellett volna a Transformer, de nem kellett a Transformer. A Transformer állomásra... Nem is tudom, hogy hogy van. Milyen feszültségeket lehet bekötni. Hol van a... Itt van a Transformerünk. Mert az erőműből onnan... Valahol van, hogy magas és alacsony feszültség is belemegy, de... Jó, hagyjuk. Nem vagyok szakértője ennek sem. Viszont közben szépen fejlődik a városkánk, most már ilyen éjszaka van, meg minden, szóval nagyon látványosan ki van világítva. Ha akkor nézzük meg most az elektromosságot, tehát most termelünk 5 megawattot, és tudunk exportálni 2 megawattot, ami automatikusan történik, ez mondjuk annyira nem vagyok ennek óriási rajongója, és így akkor szerzünk 4 000-et. Service trade. Exported electricity. Na most! 2 000-et szerzünk abból, hogy túltermeljük. Tehát, hogyha mondjuk ide lerakok farmokat, akkor az eléggé szépen megtermelheti nekem. Mert hogyha megnézitek ennek, hogy a 15 000-re letart,
a fenntart, a 10 000 a fenntartása egy hónapban, az sok. Viszont én óránként veszitek, vagy óránként szerzek belőle mondjuk 2000-et, sőt több mint szerintem 5000-et, akkor az szerintem pozitívba bele tudunk menni. És így lerakok pár ilyet még. Ezt be kell állítani, hogy ugyanarra álljon, vagy úgyis beáll, amerre akar. Az első részben beállt, ahova akart. Most viszont úgy tűnik, hogy mi állítjuk be. Na itt van egy 5 megawattot, még egy 5 megawattos. Erre felé nagyon jól termelnénk. Viszont itt elértük a város határait, szóval annyira ez most nem opció. Bár tudok venni végül is város határt, ha nagyon akarok. Jó, ezeket összekötöttük, és akkor most nagyon túltermeljük az elektromosságot, nagyon sokat exportálunk. Azt, hogy az ilyen végtelen, úgy tűnik, hogy végtelen mennyiségben exportálható, nincs ilyen keresletkínálat, az egy izgalmas koncepció, lássuk be. Service trade, export electricity 5200 per óra, igaz? Mert ez mondjuk nem derül ki belőle, hogy ez monthly balance per hó, mert akkor nem éri meg egyébként. Na mindegy, az a kettő most már itt marad, mert ennek 15 000 per hó a fenntartása. És valamennyi visszajön akkor belőle, de nem éri meg így termelni pénzt, vagy akármit. Oké, mire van szükségetek? Low density-re. Oké. Ide jöhetnek még low density housingok. Ezeket itt mind belakhatjuk. Meg majd szükség van boltokra is. Na, nem akarok ide a belső részekre boltokat rakni, mert Istenben nem jut el soha oda senki, az egészen biztos. Ja, de nem akartam... Nem tudtam még, mikor streameltem például, hogy lehet visszavonni azt, hogyha leraksz egy ilyet, és utána rájössz, hogy mégsem akartad lerakni. De egyszerűen csak a jobb egérgombbal. Ami tök jó, egyébként. Tehát ez tényleg egy olyan változás, ami nekem, ami így belegondolva logikus, megtetszik. Csak addig volt egy anyázós dolog, amíg rá nem jöttem, hogy ez aktuálisan így működik. Akarok a temető közelébe boltokat rakni? Őszintén szólva nem, de igazából bármit, amit a temető mellé rakok, arra azt mondanám, hogy alapvetően nem szeretném oda rakni. Szóval akár ilyen alapon mehet oda az is. Az viszont biztos, hogy körbe akarom venni úttal a temetőt. Nem, egyenesen szeretném. Mármint, hogy nem, vesző nem, egyenesen szeretném. Így. Ez most távolról nagyon jól néz ki, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt lesznek gondok a magasság miatt. Meg a szintkülönbség miatt. Mint hogyha itt furán rajzolnák ki, most nem nagyon látszik, de talán egy gödörbe sikerült lerakni így a temetőt, ami ráadásul itt meg... Istenem. Nagyon nem megy a játéknak ez a dolog, pedig azt hinnéd, hogy egy városépítős játéknál valahogy megpróbálják ezt megoldani, de ez most igazából bénábbnak érződik, mint az első City Skylines, ami nem egy előrelépés, finoman szólva sem. Szerintem nagyon, nagyon csúnya egyébként az éjszakai skybox. Ezek mik ezek a csillagok? Azok ott mik? Ugyanolyan csúnya, mint az első részben volt. Pedig egy jó skybox, na ha valamit szeretnék látni a modok között, ez egy gyönyörű, gyönyörű skybox. Azt nagyon adnám. Úgyhogy valaki modolja meg, ezt már csak azt kell, hogy a Paradox bekapcsolja a mod támogatást, ami egyelőre még nem történt meg, de talán egyszer oda is eljutunk. Mára minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, ennyi voltam én, és folytatjuk a következő részben. Úgy tűnik, hogy már elérve a következő szintet, ami pedig megnyitja a sulikat. És talán a rendőrzsősöt? Nem, csak a sulikat. Sziasztok!